Jó napot kívánok! Előtt! Egészséget! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket a Karcagváros tűzoltósága 100 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen. Külön tisztelettel köszöntöm Sándor László tűzoltó ezredes urat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főosztályának főosztályvezetőjét, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Urbán Illikó asszonyt, a Jászlaskonszolnok vármegyei kormányhivatal igazgatóját, Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét, Matuska Zoltán tűzoltó ezredes urat, a Jászlaskonszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját. Köszöntöm továbbá a megjelent aktív és nyugállományú tűzoltókat, a rendvédelmi és együttműködő szervezetek, a helyi önkormányzat, továbbá az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok képviselőit határon innen és túl. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A centenárium alkalmából a karcagi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományából Nagybana Dávid tűzoltó főtörzsőrmester emléktáblát készített, amelynek avatása előtt felkérem Molnár László tűzoltó ezredest, a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetőjét köszöntője megtartására. Tisztelt előjárók, tisztelt meghívott vendégeink, kedves volt és jelenlegi kollégák, bajtársak! 100 éve történt az esemény Karcagon, aminek a tiszteletére, emlékére ma itt összegyűltünk.
Talán történhetett volna sokkal korábban is, sok évvel, de polgármester úrtól tudom, hogy a karcagi emberek jó alaposan megfontolják a komoly döntéseiket, már akkor is. Így aztán csak néhány évtizednyi vajudás után született meg az önkéntes tűzoltó egyesület, amelynek létrejöttétől számíthatjuk a karcagi tűzoltóság történetét. 1924. Ez volt az az év, amikortól folyamatosan rendelkezésre áll egy ütőképes, megfelelően képzett, megfelelően szervezett és vezetett, megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel ellátott, bármikor bevethető készenléti egység a tüzek oltására. Ezen kritériumoknak megfelelve akár nevezhetjük professzionális tűzoltóságnak is, amely bár önkéntes egyesületként jött létre, de sokat elmond megítéléséről, hogy az önkéntesek mellett a néhány város által fizetett, mai értelemben akár hivatásosnak is nevezhető tűzoltó is az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnokának volt alárendelve, annak az embernek, Szabó Ágostonnak, akinek ma a tűzoltó laktanya a nevét viseli, elismerve szakmai kvalitását, tapasztalatát, elhivatottságát, a tűzoltóság megalakításában játszott nélkülözhetetlen szerepét. Jó magam a karcagi tűzoltóság életének közvetlenül csak az utolsó 12 évében voltam részese, lévén azt megelőzően Tiszafüreden szolgáltam. Ám kezdő tűzoltóként 35 éve, amikor az ottani tűzoltóság létrejött, a tucatnyi idősebb karcagi tűzoltó került át oda, akik révén az ő történeteiket hallva megismerhettem a 70-es, 80-as évek karcagi tűzoltóit, bepillantást nyerhettem a karcagi tűzoltóság életébe. Nekünk, akkor kezdő zöldfülű tűzoltóknak az ő szakmai tudásukból kellett ellesni, felépíteni magunkat, mert hisz a tűzoltó mondás szerint a kezdő tűzoltónak vagy 5 évnyi szolgálat kell, hogy igazi tűzoltó válhasson belőle. Ehhez kaptuk meg mi akkor a támogatást, a szakmai fogások ismeretét, a rutint, és elindulhattunk a tűzoltóvá válás útján. A turpisságot, a csalafintaságot természetesen nem tanultuk el tőlük. Az emléktábla felavatásával emlékezzünk a 100 évvel ezelőtti eseményre, a tűzoltóság megalakulására, és emlékezzünk arra a 100 év alatt itt szolgált sok száz tűzoltóra, akik biztosították a folyamatosságot, akik nemzedékről nemzedékre továbbadták a lángot, viccesen mondhatnám, hogy természetesen eloltva, és akik a karcagi emberek biztonságát szolgálták az évszázad folyamán, akik jelmondatunknak megfelelően mindig segítettek a bajban. Nem tudom, milyen megemlékezés lesz 50 év múlva itt, vagy talán egy újabb laktanya előtt, a megalakulás 150 éves évfordulóján, de azt gyanítom, hogy a most jelenlévők közül igen kevesen veszünk rajta részt. Abban viszont bízom, hogy nem mesterséges intelligencia által irányított tűzoltó robotok fognak megemlékezést tartani. Bízom abban, hogy a tűzoltó szakmában a szakmai tudáson, erőn, kitartáson és a többi tanulható, fejleszthető készségen kívül meg lesz még akkor is az, amit nehéz vagy nem lehet tanulni, és amit nagyon fontosnak, sőt elengedhetetlen tulajdonságnak tartok a jó tűzoltó számára, az emberség, az empátia, a bajtársiasság és az elhivatottság. Bízom abban, hogy az utánunk következők is viszik tovább ezt az örökséget, és olyan jó szívvel emlékeznek majd az elődökre, mint ahogy azt mi tesszük ma. Kívánok ehhez mindenkinek az elkövetkező időben kitartást, erőt, jó egészséget! Köszönöm figyelmet! Köszönöm szépen, ezredes úr! Bejelentem, hogy az emléktábla leleplezése következik. Felkérem Sándor László tűzoltó ezredes urat és Molnár László tűzoltó ezredes urat az emléktábla leleplezésére.
Felkérem a játszmákon szólók bármelyei kormányhivatal képviseletében Urbán Ildikó igazgatóasszony, valamint Szele Király Andrea járási hivatalvezetőasszony koszorúzása. Köszönöm szépen! Felkérem Karcagváros képviseletében Szepesi Tibor polgármester urat koszorúzásra. Köszönöm szépen! Felkérem a Bácskosútfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Moravica képviseletében Szabolcski József parancsnok és Nagy Simon titkár urat koszorúzásra. Felkérem a Csíkszent Királyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Csiszél Imre parancsnok urat és Táncó Zoltán önkéntes tűzoltó urat koszorúzásra. Köszönöm szépen! Felkérem a Székelykeresztúri Villám Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Szali Mózes elnök urat és Farkas István alelnök urat koszorúzásra. Felkérem a Bögözi Fagyban Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Szijjártó János parancsnok urat, illetve Bíró István szakaszvezető urat koszorúzásra. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Rendezvényünk a Dílővi Kulturális Központban folytatódik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, kedves kollégák! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság vezetősége nevében. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy Önökkel együtt ünnepelhetem a Karcagi Tűzoltóság megalapításának 100. évfordulóját. A szervezett Magyar Tűzoltóság a fővárosból indult országhódító útjára, és 2020-ban
a járványhelyzet miatt sajnos kevesebb figyelem mellett ünnepelhette 150. évfordulóját. A szervezet Magyar Tűzoltóság működtetésének, fenntartásának szükségszerűségét az idő előrehaladtával a főváros mellett a nagyobb vidéki városok is elismerték. Így a 19. század végén, illetve a 20. század elején sorra alakultak meg a tűzoltóságok a vármegyék nagyvárosaiban, így pontosan 100 évvel ezelőtt, 1924-ben Karcagon is. 1924. augusztus 18-án tartotta alakuló ülését a Karcagi Önkéntes Tűzoltó Testület a Városháza nagy termében, és választották meg a mai laktanya névadóját, Szabó Ágoston asztalosmestert, az ipartestület elnökét parancsnoknak. Ebben az időben az egyesületet 8 fő állandó tag és 33 fő önkéntes alkotta. Ezen időszakot váltotta a tűzoltóság államosítása 1948. augusztus 22-én, majd 1995. július 1-től a testületet a Karcag Városi Önkormányzat hivatásos tűzoltósága lent. 2012. április 1-én ismét átalakult a tűzoltóság szervezeti rendszere, hiszen ettől az időponttól kezdve a katasztrófavédelem szervezetrendszerébe tagozódott. A centenáriumi évforduló lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjunk azon, mi minden történhetett és történt ez alatt a 100 év alatt a karcagi tűzoltóság életében. Milyen örökséget hagytak ránk elődeink, milyen helyi hagyományokat és érdekeket őrzünk, akár még ma is a korábbi tűzoltók életéből. Milyen létszámmal, milyen technikai eszközökkel, milyen szolgálatszervezéssel oldották meg a különböző korokban a tűzoltói feladatok ellátását. Hálásnak kell lennünk elődeinknek, akik utat mutattak és letették azokat az alapokat, amelyekre ma is büszkék lehetünk. Az elődeink által létrehozott hagyományok és értékek megismerése, továbbvitele olyan alapot nyújthat a jelenleg felgyorsult világunkban, mely segíthet a mindennapok küzdelmeiben, pozitívan formálhatja identitásunkat, közösségé kovácsolhatja össze a ma is itt dolgozó kollégáinkat. De természetesen elődeink példamutatása nem elegendő ahhoz, hogy egy tűzoltóság megfelelően és zökkenőmentesen működjön. Nagyon fontos a személyi állomány rátermettsége és hivatástudata is. Szerencsére Karcagon ez mind megtalálható, amit mi sem bizonyíthat jobban, mint a mögöttünk hagyott 100 esztendő. Azok a karcagi tűzoltók, akik erre a nemes szolgálatra vállalkoztak, azokat az egészséges értékrendű embereket képviselik, akik számára alapvető a mások iránti tisztelet, megbecsülés, a rászorulók iránti szolidaritás, alapvetőek az őszinte emberi kapcsolatok, és fontos a közszolgálat iránti elkötelezettség. Kívánom, hogy az a ma még meg sem született tűzoltó, aki 100 év múlva a helyemen állva köszönti a 200 éves karcagi tűzoltóságot, a mai naphoz hasonló ünnepi hangulatban és a jövőbe pozitívan tekintve mondja el beszédét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ezredes úr! Ezredes úr, az esemény alkalmából egy emléklapot szeretne átnyújtani a karcagi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Az átvételére pedig felkérem Semmelyik János tűzoltóval ez a desparancsnokra. Köszönöm szépen. A következőben pedig felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, szóljon néhány szót az egybegyűltekhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a település, a tűzoltóság, a megye jelenlévő vezetőit, valamennyi kedves résztvevőit a mostani 100 éves évfordulónak. Látszik az, hogy Karcagon milyen komoly háttere van a tűzoltóságnak, a katasztrófa védelemnek, hiszen 100 év az egy nagyon nagy idő.
különösen, hogyha azt nézzük, hogy a város ez alatt milyen fejlődésen ment keresztül, hiszen az urbanizáció, a településnek a kiépítése, az ipartelepítés, a közintézményeknek a létrehozása és bővítése tulajdonképpen ebben az időszakban zajlott és zajlik a mai napig is. Úgyhogy minden elismerésem az önöké, illetve az elődéiké, akik ezen a nagyon nehéz területen dolgoztak. Ha egy nagyon rövid számvetésre készülök, akkor még ráadásul azt is hozzátehetem, hogy a 100 évből 20 év, tehát a 20%-a az én polgármesteri működésem idejére esett, amely hát egy rendszerváltással jellemezhető két évtized volt, amikor a tűzoltóság szervezetében is változott, jó darabig az önkormányzati fenntartásban volt, a létszámában, technikai ellátottságában is nagyon komoly előrelépések történtek, és ebben a város, az önkormányzat és a helyi közösség az mindig partner volt, így sikerült tűzoltót, ott fecskendőt vásárolni, közadakozással, önkormányzati erőfeszítéssel, tényleg minden anyagi eszköznek a mozgósításával, utána egy magasból mentő gépjárművet, ami tudom, most máshol teljesít szolgálatot, de karcegi pályázattal, karcegi önerővel és más kisebb, nagyobb fejlesztéseket is sikerült megvalósítani. Tehát egy folyamatos fejlődés jellemezte az időszakot addig, amíg megint változott a szervezet, hiszen a rendszerváltáskor az akkori kormányzat úgy döntött, hogy önkormányzati tűzoltóságok legyenek, utána pedig 2010-et követően egy egységes szervezeti rendben működő struktúra mellett döntött a kormányzat, illetve a országgyűlés. Tagjaként is volt részem abban, hogy ez a döntéssorozat eredményes legyen, és így Magyarországon tényleg a 21. század követelményének megfelelő tűzoltóság álljon föl, katasztrófavédelem és tűzvédelem. Én kívánom azt, hogy az előttünk lévő évszázadban is sikerüljön megfelelni majd ezeknek a kívásoknak, és ez nagyon fontos az önök munkája, azok a testvéri intézményi kapcsolatok is, amelyek kiépültek, illetve az, hogy a központi, a helyi önkormányzati, közigazgatási és önkormányzati szervezetek között az együttműködés a jövőben is gördülékeny és hasznos legyen. Én jó erőt, jó egészséget kívánok, és hát a következő 100 évhez is kívánom azt, hogy olyan eredményesek legyenek, mint amilyenek az elmúlt időszakban voltak önök, illetve a korábbi munkatársa. Gratulálok! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő úrnak, most pedig felkérem Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét, köszöntse a megjelenteket, majd adja át az esemény körülményi emléklapot Sebők János tűzoltóval ezredes tűzoltó parancsnoknak. Tisztelt parancsnok urak, képviselő urak, hivatalvezető asszony, igazgató asszony, képviselő hölgyek urak, tisztelt jelenlévő, kedves tűzoltók, kedves nyugállományú tűzoltók és valamennyi kedves vendégünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket abból a város történeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű eseményen, amikor egy kerek évfordulóhoz érkezett a városi tűzoltóság. 100 év. A világ történelmében tudjuk, hogy nem egy hosszú időszak, a város teljes történetében sem egy túl hosszú időszak, de ha ennek a 100 évnek a jelentőségét vizsgáljuk, akkor bizony kiemelkedő és meghatározó jelentőségű a mi életünkben. Tudjuk, hogy minden ember természetes igénye, hogy biztonságban élhessen, nyugalomban tölthesse napjait. Szeretnénk abban a tudatban álomra hajtani fejünket, hogy biztonságban egészségünket, életünket semmi nem fenyegeti, vagy ha mégis, akkor gyorsan jön a segítség, van kire számíthatnunk. A tűz, bár nélküle már elképzelhetetlen lenne a mindennapi életünk, az egyik legfélelmetesebb elemi erő. A tűztől való rettegés végigkísérte az emberiség történetét, hiszen az urbanizációval együtt terjedő mindennapos tűzhasználat a legkisebb tűzből is egész házsorokat elpusztító, hatalmas tűzvészeket szült, tudjuk ezt Karcag történetéből is nem egyszer. Ezeknek a tűzvészeknek a megakadályozására jöttek létre aztán azok az egységek,
tűzőrségek, éjjeli őrségek, a különböző céhek, mesterségek, tűzoltó egységei, az ide bevont diák tűzoltóságok, később pedig az önkéntes, majd a szervezet keretek között dolgozó hivatalos tűzoltóságok. És bizony ezeken a szerveződéseken keresztül a karcagi tűzvészek egyre nagyobb száma miatt is jött létre. Az 1816-tól működő önkéntes tűzoltó egylet egy ránk maradt alapszabály szerint Nagykun Karcagi Önkéntes Tűzoltó Egylet néven. Ezt követően aztán hosszabb, rövidebb ideig működtek tűzoltó egyletek a város különböző pontjain. A mai hivatásos tűzoltóság jogelődjének tekinthető, ahogy már hallottuk, az 1924-ben bejegyzésre került önkéntes tűzoltóság, melynek több épület is otthont adott egészen a mai laktanya átadásáig. Itt azért mindenképpen megjegyezném, hogy az épületet, bár pontosan nem tudjuk, de vélhetően 1954-ben adták át, akkor épült, tehát ha a laktanya épületét nézzük, akkor ott is egy kerek évfordulót ünnepelhetünk. Kedves ünnepeltek, tisztelt jelenlévők! A tűzoltók hivatása napjainkban is kihívásokkal teli veszélyes vállalkozás, melynek tengelyében az emberiesség, a másokért való cselekvés és a bátorság Szent Flóriáni hármas eszméje áll. Önök, ti vagytok azok a hétköznapi hősök, akik a maguk szolgálati helyén, a maguk hivatásában mindazt hozzá tudják tenni a mi életünkhöz, hogy ha baj van, ha gond van, akkor ott vannak. A karcagi tűzoltók, ahogy szerte az országban valamennyi kollégájuk, azonban az adott település életét is színesítik. A napi munka és a vállalt feladatok mellett elmaradhatatlan résztvevői ünnepeinknek, kulturális eseményeinknek, ott vannak családi napjainkon, bemutatójukkal lenyűgözik és elvarázsolják a gyermekeinket, mint ahogy bízom benne, ez fog történni holnap is, és amely után minden gyermek úgy hagyja ott a rendezvényt, hogy ő bizony tűzoltó szeretne lenni. De ott vannak a karcagi tűzoltók a birkafőző fesztiválon, és ott vannak a kolbásztöltő versenyeken is. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy Lévai Kálmán nyugalmazott parancsnok úrnak köszönhetően ma már újra új helyszínen látogatható a 2015-ben megnyílt tűzoltó kiállítás is. Karcagon az elmúlt években több tűzoltási bemutatót láthattunk, részesei lehettünk országos tűzoltási mentési versenyeknek is. Elmondhatjuk tehát, hogy a karcagi tűzoltók aktív résztvevői kulturális, gasztronómiai, sporteseményeinknek, vagyis a város mindennapi életének. És nem utolsó sorban elmondható, hogy széleskörű határon túli kapcsolatokkal is rendelkeznek, hiszen testvérvárosi, Székelykeresztúr, Bácskosútfalva és egyéb tűzoltó egységi kapcsolatokat Bögöz, Csíkszentkirály ápolnak, és tartanak szakmai találkozókat, baráti találkozókat. Engedjék meg, hogy most is tisztelettel köszöntsem a települések ideérkező delegációit. Nagy öröm, hogy elfogadták meghívásunkat, és részesei a karcagi ünnepségnek. Tisztelt jelenlévők, tisztelt tűzoltók, kedves nyugalmazott tűzoltók! A mai nap ünnepelni jöttünk, és azért, hogy együtt köszöntsük és éltessük tűzoltóinkat, katasztrófavédőinket. A karcagi tűzoltók 100 éve és ma is ugyanazt a példamutató, bátor, igazán férfias munkát végzik. Veszélyeket hárítanak el, életeket mentenek. Hálával és tisztelettel adózunk munkájukért, köszönjük nekik bátorságukat, kitartásukat, hivatásuk iránti elköteleződésüket. Kívánok a karcagi tűzoltóknak sok sikert a jövőben, áldás legyen valamennyiükön, akik készek életet menteni, vagyont védeni, akik nap mint nap helytállnak veszélyhelyzetekben, és azért dolgoznak, hogy mi biztonságban legyünk. Isten éltesse 100. születésnapja alkalmából a karcagi tűzoltóságot, Isten éltesse a karcagi tűzoltókat, katasztrófavédőket. És végezetül engedjék meg, hogy egy régi tűzoltós jelmondattal, legalábbis jól tudom, hogy, vagy legalábbis azt gondolom, hogy jól tudom, hogy így hangzik el. Tehát ezzel a tűzoltós jelmondattal köszöntsek mindenkit a mai nap alkalmából. Istennek dicsőség, egymásnak
segítség. Gratulálok valamennyinek, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Rendezvényünk zárásaként kérem, hallgassuk meg a szózatot. Melyben a mai állományunk, jelenthetem, hogy
minden egyes káresetet fel tud számolni és helytállni. Köszönöm még egyszer a munkátokat. Meg kell köszönni a családtagjaitoknak, gyermekeiteknek azt a hátteret, amivel biztosítják, hogy a mindennapi munkát magas színvonalon el tudjátok látni. Köszönöm érte.